A legjobb férfi mellékszereplő díját nyerte el az olaszországi Báriban Bellus Attila. A Hevesi Sándor Színház színművészét Lendvai Kristóf Félúton című kisjátékfilmjében nyújtott alakításáért ismerték el. Emellett a film bekerült a január 22-én szintén Báriban tartandó döntőbe. Az ember sohasem számít rá, hogy becsaphat a ménkű. Éli az életét, teszi a dolgát. Reménykedik, hogy minden oké lesz. Amikor jól megy a szekér, azt hiszi, hogy ez mindig így marad. Aztán... Endre szerepében Bellus Attila. A válással és az azt elszenvedő gyerekekkel foglalkozó 38 perces film leginkább a felnőtté válásról, az útkeresésről, a magunkra utaltságról, valamint az önállóságról szól. A zalaegerszegi színművész örömmel fogadta a felkérést. Szívesen dolgozott együtt a rendezővel. Ekkora sikerre nem számított. Azt tudtam, hogy több filmfesztiválra be fogja Kristóf nevezni ezt a filmet, mert ez köztudott volt, hogy az előző filmjével is ezt csinálta, de hát ilyenről az ember álmodni sem mer, nem is gondoltam. Úgyhogy még mindmáig föl se fogom tulajdonképpen. Nagyon jó neve van, Under the Stars, ez nekem nagyon tetszik, mert az egyik kedvenc filmem a Der Himmel über Berlin, a Berlin fölött az ég, és mindig az jut eszembe, amikor ezt így látom, ennek a filmfesztiválnak a neve a Csillagok alatt. Nagyon tetszik. A forgatás az egyrészt nagyon jó volt, nagyon örömteli, másrészt nagyon fárasztó. Ezek a felvételek augusztusban a zalaegerszegi díszbemutatón készültek. Az első ilyen olaszországi versenysorozatba Kristófékon kívül Ausztráliától az Egyesült Államokig több ezer nevezés érkezett. Az eddigi 4 fordulóba alkotások százait választották ki, melyek között csupán 2 magyar volt. A nagykanizsai gimnazista rendezése a közeljövőben Bécstől Londonon át Los Angelesig még csak nem 20 nemzetközi filmfesztiválon méreti meg magát.